Sziasztok, én Adrián vagyok, és a mai videóban arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy miket is pakoltam be a kisfiamnak a nyaralásra. Ugye mi a nagyszülőkhöz megyünk haza nyaralni, mivel nekünk már az is nyaralás, és két hetet fogunk maradni, úgyhogy elég sok mindent be kellett pakolni. Nyilván még van egy-kettő, ami használatban van, úgyhogy azokat most nem fogom elmondani, de a többi, hogyha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Na szóval, akkor lássuk is, hogy én hogyan is kezdtem neki ennek az egésznek. Először is van egy listám, ami nagyon-nagyon fontos. Régen soha nem írtam listát, de szerintem gyerekkel elengedhetetlen, hogy ez nálunk legyen, és az alapján pakoljunk be mindent a bőrönbe, hiszen azért itt már elég sok dolog van, amit el lehet felejteni, ezért nem baj, hogyha van egy-két támpont, ami alapján bepakolunk. Én ezt a listát az internetről töltöttem le, majd be fogom nektek linkelni a videó alá, hogy melyik oldalról. Na és akkor, hát ugye vannak itt ilyen alapdolgok, a ruhák, tehát abból elég sokat betettünk, körülbelül 10 darab rövidújú body, van egy 4-5 darab ujjatlan, vannak rengeteg rövid nadrág, hosszú nadrágot is raktam, tehát mindenképp raktam vastagabb ruházatot is, kabát is van, mivel hogy azért itt mondjuk nálunk Tirolban most elég jól lehűlt egyik napról a másikra a levegő, és két hét alatt ez nem lehet tudni, hogy otthon is mennyire fog lehűlni a levegő, úgyhogy vastagabb ruházatot is raktam, de nagy általánosságban inkább rövideket. Amiket még pakoltam, azok sapkák, ilyen nyári sapkák, baseball sapkák, 3 darab törölköző, 2 darab ilyen pléd, ami ugye bármikor kelhet, és hogyha kicsit lehűl a levegő, vagy bármi van, akkor be lehet vele takarni. Aztán vannak itt ilyen anyagpelenkák, szerintem ez nagyon fontos, tehát ez mindenre is jó, ez az a kategória. Ebből van hát körülbelül 10 darab. Én most ennél többet nem pakolok, mert a nagymamáknál úgy is tudunk mosni, szóval szerintem ennyi most elég lesz. Ugye mi ezt használjuk például fürdetésnél is, amikor kivesszük a babát, vagy vannak külön olyanok, amiket a kezét megtörölni, vagy a száját ilyenekre használunk, úgyhogy ez mindenképp jön velünk. Aztán vannak ezek az alapdolgok, mint például ugye pelenka. Először is viszünk egy ilyen nagy pelenkát, viszünk egy Pampers páncot, mert most már inkább egyre többször ezt használjuk, viszont ugye a normál pelenkát alváshoz, vagy hogyha éppen a pelenkázon tudom átpelenkázni, akkor inkább olyat rakok rá, ezt pedig inkább menet közben, amikor így elkapom, hogy kéne egy pelenkát cserélni, ezt a Pampers páncot akkor szoktam. Van itt a látét, ez ugye pelenkázásra, tehát hogyha az úton bárhol pelenkázni kell, vagy hogyha otthon is éppen valahol vagyunk, akkor legyen nálunk alátét, aminek ugye nagy olyan net szívó képessége, tehát ez nem fog balesetekhez vezetni. Aztán még ami így pelenkához tartozik, van nálunk úszópelenka. Szerintem azért az is kell, hogyha nyaralni megyünk, nagyon remélem, hogy el fogunk jutni vízpartra, úgyhogy ez is mindenképp jön velünk. Van itt popsi törlő, mi ezt a hippes 100% plastikmentes és 99% víztartalmú törlőkendőt szoktuk használni. Nekünk minden mástól kipirosodott a kisfiamnak a bőre, úgyhogy mi ezt használjuk nagyon-nagyon régóta. Ebből 2 darab van. Aztán van itt egy popsikrém, amit mi rettentő ritkán használunk, viszont igazából ez nem csak popsikrém, hanem sebekre is jó, úgyhogy egy ilyet azért mindenképp bepakolok.
Van babafürdető. Ezt nem hiszem, hogy kell ragozni. Ez is egy ilyen utazós. Van septapasz, hogyha bármi történne, akkor legyen nálunk. Viszünk egy lázmérőt, bár lassan másfél éves a kisfiam, és körülbelül még csak kétszer volt lázas, akkor is mint kétszer oltástól, de azért legyen nálunk, mivel hogy ugye most elég sok emberrel fogunk találkozni, szóval nem fogok meglepődni, ha véletlenül összeszed valamit, de azért ne így legyen. Van fogkefe. Ez ilyen mammos, mi ezt használjuk, ezt a fogkefét, ezt nagyon szeretjük. Már régóta ezt használjuk, hát mióta ugye fogai vannak és mosni kell, azóta ezt használjuk. Fogkrémet is rakok majd, de az még ugye használatban van a másik fogkefével. Aztán van itt olyan, hogy éjjeli lámpa. Ez szerintem nagyon jó, mert hogyha fel kell kelni a babához bármikor, akkor azért látok valamit, nem tök sötétben vagyunk, úgyhogy ezt mindenképp visszük, mert szerintem ilyen otthon nincsen. Aztán van egy ilyen kis küpere holmi a babának, amiben található egy fésű, egy körömvágó olló, egy csipesz a szálkákhoz, vagy egyéb ilyen dolgokhoz. Mi szálkát szoktunk vele kiszedni, hogyha véletlen belemegy a kis kezébe vagy lábába. Aztán van itt egy fájdalomcsillapító kúp, hogyha, vagy lázcsillapító is, hogyha bármi történne. Van a szúnyogok ellen egy krém, meg égésekre is jó, de hát ez a szúnyogokra lesz, mert elég jól bepirosodik szegénykémnek, hogyha megcsipi valamilyen bogát, és akkor ezzel szoktam bekenni neki. Tehát ebbe ezek vannak. Van itt naptej. Hát ez a második, amit idén vettünk, mert először egy... Az is egy ismert márka, csak az nem ennyire érzékeny bőrre való, és először egy olyat vettünk, és attól kipattogott a kisfiam. És ebben az a vicces, hogy eleve ezt néztem ki, csak aztán valamiért nem ezt vettük, és végül mégis ezt kellett megvegyem. Úgyhogy ez semmi bajt nem okozott, hál' Istennek, szóval ez mindenképp jön velünk. Aztán visszük a babyőrt. Ugye, az egy ilyenünk van, de ezen most pont nézem a gyereket, úgyhogy ezt még nem pakoljuk be. De ez is biztos, hogy jön velünk. Aztán most ilyen ételek maradtak még itt, úgy látom. Vettünk egy ilyet az útra. Ugye van a tápszer, azt is még majd be kell csomagoljam. És ezt pedig már eleve bekevert tápszer, tehát nem az úton kell kevergetni, meg vizet melegíteni, hanem ezt csak odaadom neki, és ez megkönnyíti így az utazás. Aztán van itt még reggeli tejpép, ebből viszünk kettő zacskóval, mert ezt mondjuk szereti is, meg mindegyik nagymamához viszünk egyet, hogy mindenhol legyen, egyébként tápszert is. Aztán van háztartás, vagy ilyen babakeksz. Hát ezt tudja eszegetni bárhol vagyunk, bármikor, ezt szereti is egyébként. Van itt ilyen gyümölcsös pufi, ezt az útra gondoltam, hogyha véletlenül megéhezik, és pont nem tudunk megállni, akkor ebből kap egy tárcsomat. Aztán vannak itt ilyen gyümölcspépek. Ennek az a sztoria, hogy alapjáraton kisfiam nagyon szereti a gyümölcsöket, és eddig meg is ette minden szó nélkül. Most viszont elkezdett válogatni, és az áfonyán kívül semmiféle gyümölcsöt nem hajlandó megetni, és hogy mégis jusson valami tápanyaghoz és vitaminhoz ugye a szervezete, amit a gyümölcsökből lehet nyerni, ezért most ilyeneket kap. Nem a legjobb, de valahogy mégiscsak be kell vinni ezeket a tápanyagokat, úgyhogy ebből is csomagoltunk egy 10 darabot körülbelül.
Aztán vannak itt még tányérok, ilyen pici tálak, kiskanalak, fogunk még betenni cumisüveget, cumit, cumi logót, van ugye ilyen, mi használunk ilyet, hogy ne hagyja el a cumiát, ilyen kis logót, és akkor ezt rácsiptetjük a kis ruhájára, erre pedig ráteszük a cumit, úgyhogy így elvileg nem tudja elhagyni. Ami még az etetéshez kell, az az előke, az még szárad, de azt is fogok berakni mindenképpen, szerintem egy 5-6 darabot azért az legyen, azt ugye könnyen ki lehet mosni utána. Mi most ilyeneket, hogy utazóágy, etetőszék nem viszünk, mert teljesen jól elalszik mellettünk az ágyba is, és majd az ölembe fogom etetni, tehát ilyenek szerintem be se férnének már az autóba ennyi cucc mellett, amit egyébként vinni fogunk. Ugye, ami még feltétlenül biztos, hogy kell, az a babakocsi, azt biztos, hogy visszük magunkkal, a babakocsira ugye ilyen esővédő, az is mindig benne van a kocsiba. Ami még ilyen nagyobb dolog, az a fürdetőkád. Nekünk van egy ilyen stokkés, összecsukható fürdőkád a gyereknek, amit biztosan vinni fogunk, hiszen abban a legegyszerűbb megfürdetni szerintem. Nem kell a nagykádba engedni vizet, hanem csak abba a kicsibe engedünk, majd utána kiengedjük a nagykádba. És ő azt megszokta, ő abba szeret lenni, tehát azt fogjuk még vinni. Ezek mellett mi mindig tartunk a kocsiba is egy kisebb táskát, amiben található mindig pelenka, popsi törlő, popsi krém, ilyen anyagpelenka, van egy váltásruha, előke, zokni, tehát minden ilyen, ami kell, hogyha bármi baleset történik útközben a ruhával, vagy hogyha pelenkázni kell, van benne cumi is, tehát egy olyan táska az mindig van, ez most is jön velünk, abba biztos, hogy fogok rakni egy-két ennivalót, amit idő közben tud enni, meg egy-két játékát is, de alapvetően az összes többi cucc, az a bőröndbe lesz, és azt már csak akkor pakoljuk ki, hogyha odaértünk. Amit még ebbe a táskába tenni fogunk, ami az autóba található, az a gyereknek a Mutterkindpass, ugye ez a kiskönyve, ami itt Ausztriában használatos, és az útlevele. Ezeket biztos, hogy még be fogjuk rakni, ezek is ide fel vannak írva, ezeket visszük magunkkal, hogy igazolni tudjuk, hogy a mi gyerekünk. Szerintem egyébként ennyi, amit így viszünk magunkkal. Remélem nem maradt ki semmi, mert egyébként most már én is nekiállok, és ezeket mind be is pakolom a bőrömbe, hiszen holnap utazunk is, és szeretném a holnapra minden bent lenne rendben. Úgyhogy remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni, hogy mi miket viszünk nyaraláshoz, utazáshoz, a másfél éves kisfiunkkal, és ötletet tudtok belőle meríteni. Remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok, és további szép napot nektek. Sziasztok!